Segítő Szűz Mária tiszteletére és Szalézi Szent Ferenc halálának 400. évfordulója alkalmából tartottak körmenetet és érseki szentmisét Kazincbarcikán. A menet a diákok éneke után a Szalézi Szent Ferenc gimnáziumból indult, útközben rózsafüzért imádkoztak és énekeltek a hívek, így érkeztek a Szent Család templomhoz. A plébános köszöntő szavai után az egriesek mutatott beszentmisét. Ternyák Csaba arról szólt, nem Istennek van szüksége rá, hogy itt legyünk, nekünk van szükségünk ő rá. Hogy átérezzük azt, hogy milyen jó az, amikor együtt van Isten nyája, amikor érezzük azt, hogy jó Jézus Krisztushoz tartozni, mert ő életünk nagy kérdéseire választ ad nekünk. A főpásztor beszélt Segítő Szűz Mária ünnepéről. És ezt az ünnepet egészen sajátos módon karolták fel a szalézi szerzetesek, itt a testvérek, a szalézi közösség nem véletlenül ünnepel májusban, minden évben Szűz Mária keresztények segítsége ünnepét, hiszen ő a rendnek különleges védelmezője. Elhangzott, mi vagyunk az elsők, akiknek az országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta uralkodónk, Szent István. Sőt, még az Európai Unió kék alapú zászlójában is 12 csillag látható, ahogy Mária angyali koronájában. A körmenetet és a szentmisét követően tavaszi jótékonysági bált rendezett a kazincbarcikai közösség. Yeah.